megpróbáljuk visszahozni a 80-as, 90-es éveket, amikor azt jelenti, hogy 50 forint lesz egy pár virsli, és 100 forintért fognak kapni egy korsó sört. Én azt gondolom, hogy egy kicsit családias hangulatot szeretnénk teremteni május 1-én. Természetesen itt ugyanúgy majd a főtt kukoricától kezdve a Lufitól tulajdonképpen a télzenéig, este utcabáznal zárnánk és tűzijátékkal. Eközben lenne a megye első csapatnak Bölcskével egy bajnoki mérkőzése, de hát egész napos programot szervezünk. Reggel 10 órakor nyit az egész műsor, és tulajdonképpen az utcabállal fogjuk zárni, ami terveink szerint olyan fél kettő-kettő óráig fog tartani. Természetesen, ha jó lesz a hangulat, akkor akár azt mondom, hogy jövő év májusáig.